estét kívánok! Ez a téma. Ma esti vendégünk Mihály Cántal, a Györmoson Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Elnök úr választás lesz néhány héten belül itt Györmoson Sopron megyében. Mielőtt a választásokról beszélgetnénk, itt az elnökség is megújul, és az elnöki pozíció is hát, megszavazásra kerül. Volt tegnap egy gazdasági fórum, ahol, ahol a polgármester úr, Győr polgármester Borkai Zsolt, illetve a kereskedelmi kamarák elnöke is értékelte a Györmoson Sopron megyei időszakot. Nagyon pozitív volt a kép. Ön hogyan látta az elmúlt négy éves ciklusban, miket sikerült elérni? Jó estét kívánok én is a kedves nézőknek. Igen, ahogy tegnap a bevezetőmben említettem, végülis ennek a fórumnak két tény szolgálta a hátteréül, hogy győrben rendezhettük ezt a gazdasági fórumot. Ugye alapvetően az, ami a szlogenje is volt a gazdasági fórumnak, hogy a jövő győrben épül. És ugye a polgármester úr azért is jött hozzánk, mint a, az egy úgy gondolom jól működő partneri kapcsolatnak a képviselőhöz, a Győrmoson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamarához, hogy vázolja az előttünk álló én úgy gondolom prosperáló jövőt, mert mert mi nem csak négy éven, hanem már nyolc éve is együtt dolgozunk az önkormányzattal. És ugye az együttműködésünknek a legfőbb területe az, hogy a, a gazdasági életnek a szereplőinek az érdekeit azt úgy tudjuk képviselni, illetve olyan gazdasági környezetet tudjunk kialakítani, ami az objektív gazdasági feltételeknek megfelelően segíti a, dolg, a, a kamarai tagválatoknak a, a működését, a sikereit, hiszen, ahogy polgármester úr is említette, azért ebben az elmúlt négy évben is voltak prosperáló időszakok, volt egy világgazdasági válság, aminek ugye a... a nagyon-nagyon negatív hatása az a megyénkben található gépipart, feldolgozóipart és autóipar képviselőit nagyon súlyosan érintette. Ugye, ha konkrétan erről az időszakról beszélünk, és egy, egy közös együttműködésről, akkor mindenféleképpen kiemelném azt a, a polgármester úr által említett 150 milliós támogatási programot. Amit mi az önkormányzattal együtt gondoltunk ki a munkahely megtartási programnak a keretein belül. Az ötlet az tőlünk jött, összeültünk az önkormányzattal, és mivel megvoltak ennek a forrásoldali keretei, ezért rögtön összetudtunk rakni egy olyan programot, ami arra szolgált, hogy főleg a mikro, kis és közepes vállalkozásokat ebben a nagyon-nagyon gazdasági válság sújtotta időszakban támogathattuk. Ráadásul, hogy ők vannak a nehezebb helyzetben, hiszen Természetesen. nagyon múlti jobban túléli a válságot. Ezt ugye mindenki tudja, hogy minél kisebb egy cég, annál inkább sújtja őt az, hogyha a rendelés állománya 40%-kal visszaesik. És, de hát mindenféleképpen az apropója az eseménynek az volt, hogy amire mi nagyon büszkék vagyunk, hogy Budapest régió gazdasága után Győr, megye, Győr és a megye gazdasága a második regionális vidéki gazdaságként és jelenik meg Magyarországon. És ugye ami különösen nagy örömünkre szolgál, hogy hogy aki ezt a erős gazdasági régiót képviseli, mint vállalkozás, azoknak a nagy része a kamaránknak a tagságába tartozik. Tehát ez volt az az két indító ok és tény, ami miatt győrben megrendezhetünk egy ilyen fó, fórumot. Itt elhangzott az is, hogy 8 éve még nagyon kaotikus állapot volt a, a, akár a megyei, a Győrmoson-Sopron megyei kamarában, de az országos helyzet is eléggé kaotikus volt. Ezek szerint akkor akkor főleg az elmúlt négy évben sikerült azokat a szálakat kibogozni, és a, a kamarának a az igazi feladatait kialakítani? Én úgy gondolom, hogy egy munka soha sincs kész, hiszen ezt mindenki tudja, hogyha ipari vállalkozásként működik, akkor bizonyos célmutató számoknak az elérése után is folyamatos fejlesztésre van szükség, hiszen nem állhatunk meg, mert ha abban a pillanatban, amikor megálltunk, akkor a versenytársaink azok megelőznek bennünket. Hát én így tekintem a kamarát is, én ipari háttérrel rendelkezem, az általam képviselt vállalkozás az a megyének a második legnagyobb létszámú foglalkoztatottjával rendelkezik, ugye a megye zászlóshajója után. Az Audi után akár nyugodtan nevén nevezhetjük, és a vállalkozást. És, és emiatt én úgy gondolom, hogy hogy ez az ipari gyakorlat, amit én szereztem a, a, a 12 éves autóipari működésem során, ezt én folyamatosan fel is használtam a kamarában, és. Úgymond ezt a Profit szemléletet próbáltam belevinni a, az egész működésbe. Talán ö, két jelszót lehetne kiemelni, tehát egyrészt a Profit Szemlélet, a másik pedig a, a minőségi szemlélet. Az, az sem titok, és én arra is nagyon büszke vagyok, hogy ez 2004-ben volt a megválasztásom után nem sokkal, elvonultunk az elnökséggel egy ilyen ö, ö, stratégia aktualizálási workshopra. És ott ugye megfogalmaztuk azt, hogy a, a minőségi tematikában a kamarai szervezeti működésnek a minőségi fejlesztését azt a legfősebb célnak tűztük ki. Ebben egy óriási eredményt értünk el, mert hogyha valaki ismeri ezt a, a minőségi tematikában az úgynevezett EFQM módszert, ugye ezek egy nemzetközi minőségi irányítási és minősítési rendszer, aminek a keretein belül nem csak iparvállalatok, hanem mint a szolgáltatóvállalatok lásd a kamara vagy szolgáltató szervezetek is megminősítetnek, és ez egy objektív értékelés, az úgynevezett radar módszer alapján történik, amikor az ember megnézi az erőforrás részét, az eredményeit, és megnézi a megelégedettségét a partnereinek. Ugye hát a kamara tekintetében leginkább, a, ha partnerekről beszélünk, akkor az a tagság, és ezekkel folyamatosan ellenőrzi a, a hatékonyságát és a működésének a, a minőségét. Na most ezen a minősítésen, ugye mivel mi pályáztunk ebben az EFQM minősítési rendszerben, ezért minden évben jöttek hozzánk Magyarország vezető minőségipari szakemberei, akik értékelték a kamara működését, és most a, ebben az évben egy óriási, úgymond nemzetközi elismerési szintet értünk el. Ennek az a neve, hogy Recognized for Excellence, azaz a kiválóságnak az elismerése, és mi megkaptuk ezt a minősítési tisztet. Én azt hiszem, hogy ez az országos kamarák közül talán az elsőként és egyetlen kamaraként, illetve ez a minősítés feljogosít bennünket arra, hogy a Magyar Nemzeti Minőségi Díjért induljunk. Ugye ez a nemzeti minőségi díjban több szervezet is fog indulni ugyanebben a szolgáltatás kategóriában. De objektíven a Recognized for Excellence az már egy bizonyos fajta szintnek az elismerését jelzi. Természetesen a versenyben mi pályáztunk és indulunk, és én nagyon bízom abban, hogy ennek a nyolc éves működésnek a, a végére, hogyha egy magyar nemzeti minőségi díjat meg lehet nyerni, az mindenféleképpen egy óriási elismerés, és egy személyes ambíció is lenne a részemről. Ez egészen biztos, de ennek biztos, hogy önök számára, az önök szervezete számára az a, az a legjobb érzés amikor azt látják, hogy a vállalkozók tényleg azért mennek be a kamarába, mert tényleges segítséget, információkat, szolgáltatásokat kapnak. Nyilván a vállalkozók bizalmát is ki kell, ki kell érdemelni, és meg kell harcolni most már, értük, ez mennyire sikerült, és mennyire változott a körkép, mit mondjuk, hát nagyon régen ugye kötelező kamarai tagság volt, és akkor nyilván a kötelező az mindig az emberek fejében egy, egy szükséges rossz. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok interjúban el is mondtam már erre a kérdésre válaszként, hogy, hogy ha valaki egy, egy kamarát kitüntet avval, hogy önkéntesen tagdíjat fizet, az valami fajta szolgáltatásnak a minőségét elismeri, hiszen önként nem fizetünk semmi olyat amiért nem kapunk cserébe ellenében valamit, ugye? És tehát én azt hiszem, hogy a szolgáltatási szektort, ahogy ön is említette, mindenféleképpen sikerült nagymértékben fejleszteni, mert hogyha a számok teljessége nélkül, amik a fejemben vannak, azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy kb. 47 különfajta szolgáltatási területen adtunk lehetőséget, illetve kínáltunk szolgáltatást a tagságunk, de nem csak a kamarai tagság, hanem a vállalkozások számára. Természetesen minden egyes programunkban a kamarai tagsággal rendelkező vállalkozásokat. Azért avval kitüntettük, hogy számukra ezeket a programokat vagy ingyenessé, vagy tényleg csak jelképes összeggé, összeggel kapcsoltuk össze. De a programok nyitva voltak a megye minden vállalkozása számára és hát a résztvevők számában is én úgy gondolom, hogy ebben a négy évben tényleg egy nagyon szép eredményt lehetett elérni, hiszen több ezres, ezerben mérhető azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik részt vettek ezeken a programokon. Ennek úr a ciklus lezárul, ez azt jelenti, hogy választások, kamarai választások, amelyek már meg is kezdődtek Magyarországon. Ez ugye Győrmoson, Sopron megyében ö, önöknél legutoljára választják meg az elnökséget és az elnöki pozíciót. Mi, miért, alakult így, hogy utoljára? Ebben emögött nincs semmi fajta különleges indítatás, csak csupán annyi, hogy négy évvel ezelőtt is nálunk a, a választások október 16-ára estek, és amikor Ugye az év elején, amikor az elnökség megszervezi a, az elnökséggyűléseknek, a küldött gyűléseknek, ugye minden évben van egy, 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 tavaszi küldött gyűlés, ami kiemelt jelentőség, illetve a, az évzáró decemberi küldöttgyűlés, illetve a választási években ez az októberi küldöttgyűlés. Ennek így sikerült az időpontját meghatározni, függetlenül attól, hogy tudtuk volna, hogy a más megyékben mikor vannak a választások. Hogyha megnézzük, akkor a négy évet lényegében, hogyha október 16 és 25 9 nappal fogjuk túllépni, én úgy gondolom, elég jól benne maradunk a négy éves keretek között. Hogyan zajlik a választás? A választásnak a menete az a vállalkozók számára ismert, hiszen ez már néhány hete működik. Ugye eljutottunk most már abba a fázisba, hogy a 71 tagú küldöttgyűlésnek a, a következő négy évben ö, ö, meglévő küldöttgyűlés, vagy működő küldöttgyűlésnek a tagjait már megválasztották a tagozatok, és most már lényegében az egész. Választási fázis arra összpontos, hogy október 25-én lesz a választó küldötgyülés, ahol a kamara elnökségét, az elnököt és az elnökségnek a tagjait fogják megválasztani a küldöttgyűlés. Nem tudni, hogy mennyire egységes az álláspont változhatnak a pozíciók, mekkora lesz a harc. Hát harc. Én úgy gondolom, hogy a küldötteknek a, a listáját, ha végignézzük, azért nagy vonalakban maradtak azok a küldötteink, akik előző négy évben voltak, és itt a tagozatok egy olyan iránymutatást is követtek, hogy olyan küldötteket jelöltek, és olyan küldötteket választottak, akik az előző négy évben is szorgalmasan kivették a részüket a munkából, mindazok által és mindazok ellenére, viszont természetesen vannak frissítések, amik mindenféleképpen hasznosak és hát gondolom, hogy az elnökségnek az összetétele is ennek megfelelően biztos lesznek új tagok, biztos lesznek olyanok, akik már részt vettek a kamara elnökségében, ezt a küldött gyűlés fogja eldönteni. Ön is indul az elnöki poszt? Én természetesen, ahogy már nyilatkoztam, többször is megmérettetem magamat, igen, október 25-én. A változásokról, esetleges változásokról, itt a jövőre gondolok, de a tegnapi fórumon elhangzott, hogy és izgalmasnak tűnik egy egy nemzetközi kamara létrehozása, itt nyilván szomszédos államokról van szó Szlovákia és, és Ausztria, ezügyben lehetnek változások? Ja, az MKIK már évekkel ezelőtt elkezdett egy olyan folyamatot, hogy úgynevezett vegyes kamarákat alapított. A, a körny elsősorban a Kárpát-medencei szomszédos országokkal. Ugye elnök úr, amire célzott, az a megalakuló magyar-szlovák vegyes kamarai kamarára utalt, ami ugye néhány napja alakult meg, és ebbe természetesen a Győrmoson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara is belépett. Éppen tegnap írtam alá a belépési nyilatkozatunkat. Én úgy gondolom, hogy a határmenti övezetekben, ugye itt mindenhol euró régiókról beszélünk, mindenféleképpen ez egy, egy nagyon hasznos és gyümölcsöző együttműködés lehet a vállalkozások számára, csak gondoljon bele abba, hogy ha, ha egy idegen országban valaki ö, irodát akar létesíteni, piacot keres, partnereket keres, akkor mennyivel könnyebben működik mindez a dolog, ha ha, ha, én hazamegyek mondjuk egy felvidéki városba, ahol van egy kamarai iroda, és ott engemet a saját anyanyelvemen fognak segíteni, két nyelvű emberek, akik ismerik a helyi szabályozó viszonyokat, és akár tényleg megvalósulhat a számomra az az egy ablakos kiszolgálás, ami ugye nem minden vállalkozás számára nagyon könnyen megvalósítható. Ugye itt megint elsősorban a kis cégekre gondolok, kis közepes vállalkozásokra, hiszen ahogy tegnap elhangzott a nagyok, azok úgyis saját erőforrással rendelkeznek, és ezeket a jogi akadályokat problémamentesen meg tudják oldani a saját maguk számára. De egy kis vállalkozás számára viszont óriási segítség, hogyha egy szomszédos országban tevékenységet akar kezdeni, és ott támogatóra lel. Tehát én mindenféleképpen emiatt támogatom az ilyen szomszédos országokban lévő vegyes kamarákat, illetve hogy kamaránk ebben részt vegyen. De hogyha az elmúlt négy évre, vagy a jövőre gondolunk, és visszatekintést végzünk, akkor ahogy említettem, mivel én autóipari ember vagyok, ezért itt is egy autóipari módszert alkalmaztam, ugyanis van egy nagyon jó módszer, ami mindazok által, hogy az ember természetesen tisztában van és büszke az eredményeire, ugyanakkor viszont önkritikus kell, hogy legyen és maga elé egy tükröt tartson, a tükör tartásához van egy kiváló lehetőség, ez a SWOT analízisnek nevezik, ugye, ami az ember a, egy bármilyen működő szervezet, rendszer, folyamat esetében megnézi, hogy melyek annak az egésznek az erősségei, melyek a gyengeségei, az erősségeiből milyen lehetőségeknek a tárháza nyílik, illetve hogyha a gyengeségekre nem intézkedünk, akkor abból milyen veszélyek lehetnek a, köz a jövőre nézve. Hát én ezt végeztem el, és én nem árulok el titkot, hogy természetesen azokat a gyengeségeket, amit az előző négy éves működésből feltárva feltérképeztem, arra fogok intézkedni, ez a programomnak a része, és ez azért fontos, mert mert minden, amellett, hogy hála Istennek, én úgy gondolom a Győrmoson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara presztízsel rendelkezik, hiszen ezt a partnerei, a tagvállalatok, mindenki elismeri, hogy az, amit mi képviselünk, az, ahogy ezt tesszük, az, az jó, de ugyanakkor viszont természetesen megfogalmaznak nagyon sokszor olyan kritikákat, amiket viszont nem engedhetünk el a fülünk mellett, és én ezt mindenféleképpen a következő négy évre, amennyiben megkapom a bizalmat, akkor ebből építkezni fogok. Tehát ez nem, nem kérdés a számomra. Elnök úr, csak sikert kívánok Köszönöm a szépen. választásokhoz. Hölgyeim és Uraim, téma is lesz a holnapi napon, akkor Zombai Kovács Ákos várja Önöket. Viszontlátásra! Viszontlátásra.